Elnök, köszönöm szépen. A következő hozzászóló Daniel Cohn-Bendit. Önél a szó. Monsieur le Président. Tisztelt elnök úr! Először is egy dolgot, hogy minden világos legyen. A zöldek és én személy szerint mi nagyon szeretjük Magyarországot. 1954-ben sírtam, amikor Magyarország elveszítette a világbajnokságot. Az első tüntetésem bátyámmal kézenfogva volt 56-ban, amikor a szovjet beavatkozás történt Budapesten. Ahogy Guy Verhofstadt is elmondta, nagyon sok értelmiségi író és más személyek évekig kísérték utunkat. Ott álltam Orbán Viktor mellett, amikor a 80-as évek végén, 90-es évek elején a kommunisták ellen harcolt. Orbán Viktor mellett álltam, amikor az európai liberálisoktól azt kérte, hogy Haidert zárjuk ki az európai liberális pártból. Akkor volt egy Orbán Viktor, aki számomra egy politikus volt, akit mindenképpen tisztelni kell. Ma Orbán úr, ön azon az úton van, hogy egy európai Chávez legyen önből, egy európai populista, nacionalista, aki egyszerűen nem érti meg a demokráciának a lényegét és a struktúráját. És egy nagyon egyszerű dolgot fogok önnek mondani. Nagyon egyszerű dolog ez. Az információ, a kiegyensúlyozott információ nem létezik. Ön azt gondolja, hogy Nixon úrnak sikerül, úgy gondolta, hogy a Watergate-ről szóló információk kiegyensúlyozottak voltak? Természetesen nem. És gondolja, hogy Bush elnök úr az abukrai információkat kiegyensúlyozottnak találta? Nyilván nem. Talál-e egy olyat a Dreyfus alatti francia hatalom vajon kiegyensúlyozottnak tartotta volna az tájékoztatást? Az összes olyan kutatás, ami például Berlusconi úr magán életével, politikájával kapcsolatos, ezt vajon ő kiegyensúlyozottnak tartja? Természetesen nem. A tájékoztásnak éppen, hogy zavarnia kell a politikát, és ez zavar bennünket időnként, ez fáj is, de éppen ezért Orbán úr, az ön törvénye nem olyan törvény, ami megfelelne az európai értékeknek. Orbán úr, ön azt mondja, hogy erős Európát szeretne. Erős Európának, olyan Európának kell lennie, ami szavahihető Európa. Hogyha elfogadunk ilyen jellegű törvényeket, akkor hogyan fogunk Lukasenko úrral tárgyalni? Hogyan fogunk Kínával tárgyalni? Ezek mind kiegyensúlyozott tájékoztatást akarnak. Orbán úr ezt fel tudja fogni. Európa éppen a totalizmussal szemben nőtt és született meg, és a demokráciának, a szabadságnak az alapja az éppen a szólás szabadsága. Egy demokrácia sohasem azért halt meg, mert túl nagy volt a szabadság, hanem azért haltak meg a demokrációk, mert elkezdték korlátozni a szabadságot. Orbán úr, ez 20 évvel ezelőtt nagyon jól tudta, akkor gondoljon vissza az akkori elképzeléseihez, és jobban fogja látni a dolgot, és rá fog jönni, hogy igaz, amit mondok. És még utolsóként, hogyha ön küzdeni akar a keresztényekért a világban, támogatjuk önt, de arról álmodtam volna, és azt álmodtam, hogy ma a Jászmin forradalmat üdvözölje Tunéziában, ami ugyanolyan forradalom, mint amit ön is átélt. Le akarják rázni a diktatúra igáját, és egy szót sem mondott a tunéziaiak érdekében, és ezt teszem önnek szemrehányásként. Önnel leszünk, hogyha diktatúrák elleni harcban, függetlenül attól, hogy ez Bielorussziában, Kínában, Algériában, vagy Oroszországban, vagy bárhol van. Az Európa közös értékeit kell együtt védenünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Következő hozzászóló Bokros Lajos az ECR nevében. Hogy másnak-e tájék, mit jelent? Nekem szülőhazám itt, a lángoktól ölelt kisország, messzeringó gyermek.